kedves nézőinket, itt azt láthatják, hogy gyakorlatilag a teljes Andrássy, tehát a rendőrség lezárt a szervizúton kívül az orosz nagykövetség előtt, ami itt a rendőrautók mögött látható.
meg a lényegében teljesen lezárt. András út látható, amit az orosz nagykövetség előtt lezárt a rendőrség. Gyakorlatilag csak a jobboldali, innen a jobboldali szerviz útjárató. Yeah.
Andrássy útot lezárta a Tuzajdon a Szerviz utcajáratól csupán. Egyelőre egy pár száz tüntető gyűlt itt össze, és várják, hogy kezdődjenek a beszédek. Yeah.
Jól értjük, ez egy boldog, hogy én azt hittem, hogy ő berre. Csak úgy egyszerűen. Lesznek majd beszélek egyelőre, meg csúszik a kezdés.
Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там ваши герои не выбирают, а на родине, в России мамочки предпочитают. Будь смиренным, будь кротким, не забудьте о тлену. Будь тебя не богом, сыну, будь на весь верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приеду в Грецию или Ниццу. Не поеду на Фарос, говорят, там перебои с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или за границей, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком лихах мы на зоне трудоустроим. Со своих мы до конца стоим, понял? Дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, народ. Твои молодцы, я под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не забудьте о тлену. Власти данные Богу, сыном, будь на ветке верным. Не люблю Россию, не вперед. Есть, например, директор в Иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеется никакого сходства. Пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Говорят, что буревка берёвка ночь. Директору лишаем нужно помочь. На погоне нужна звезда, на шее турбонированная бронька. Сын в песне родитво не ёлка, а месторождение соленое. Верховник мне сказал, что современные ценности расцветают. Не беспокойся, сыночек. Конкуренты, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичная, и корабельная, и соляная. Я хозяин слова, я же говорю, что все устроено. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тлене. Будешь платить за меня последней части, будь верным. Люблю эту семью. И вот здесь ко мне не спросят, строите вы не знаете на Россию. Чем больше России, тем больше ужасов. Thank you.
tárgyává és céltábbá váltette, ön pedig úgy ismerjük, mintha hát jobban kiállna a nők jogaiért, mint Orbán Viktor. Tehát, hogy kérdezem én, hogy nem okoz-e némi törést az ön életében, hogy Puzsér Robertet kell hallgatnia. Én azt gondolom, hogy azok vállalhatatlan kijelentések. Sziasztok! Varga Máté vagyok, a mai tüntetés egyik szervezője. Köszönöm, hogy eljöttetek! Polgártársak! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy egy nagyon fontos ügyet képviseljünk. Magyarország Európához tartozik, és ezen nem kívánunk változtatni. Nem kérünk az orosz mintára kialakuló autoriter elnyomásból. Nem leszünk diktátorok játszótere. Magyarország a nyugathoz tartozik, nem pedig Eurázsiához. Mi demokráciában akarunk élni. Emberek, Európát szeretnénk, vagy elnyomást?
Magyarország Európához fog tartozni! Emberek! Nagyon fontos, hogy mi békés szándékkal gyűltünk ma itt össze. Nem az orosz nép az ellenségünk, hanem az orosz vezetés. Az orosz nép a barátunk, és üzenjük nekik, hogy a szabad magyar polgárok velük vannak szolidaritásban. Most pedig engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Bedő Dávid barátomat, aktivistát és szervezőtársamat. Sziasztok! Miért vagyunk ma itt? Miért vagyunk az utcán több mint két hete, s járunk tüntetésről tüntetésre? Mindenkinek megvan a maga oka és ügye, amiért harcol. Legyen az a Lex CEU, a civil törvény, vagy csak szimplán az elmúlt 7 évben uralkodó intézményesített korrupció. De egy dolog biztosan közös. Két szó, amivel jól össze lehet foglalni, hogy miért vagyunk ma itt. Elegünk van! Nagyon elegünk van! Elegünk van a rendszerből, amiben élünk, elegünk van a kormányunkból, aki meg sem hallgat minket, ignorál, majd hazugságokat fröcsög a mára-már tökéletesített propagandagépezetében. Elegünk van abból, hogy reggel, amikor megyünk munkába, délután, amikor megyünk haza a családunkhoz, mindenhol a Fidesz hazugságait és gyűlöletkampányát látjuk. Elegünk van belőle, hogy teljesen hülyének néznek minket, lopnak, csalnak, hazudnak, és még mosolyognak is mellé. Igaz! 1956-ban a nagyszüleim forradalom alatt az orosz megszállást követően elmenekültek az országból, és szüleim csak a rendszerváltás után tértek haza a hazájukba, egy új Magyarország reményében. Csalódniuk kellett. Nem jött el a valós változás, és az elmúlt 7 évben egyre rosszabb irányba megy az országunk. Európa helyett Moszkva felé tekintünk. Kormányunk mindenhonnan azt hangoztatja, hogy az Unió hátráltat minket, aláássa a szuverenitásunkat, és meg kell állítani Brüsszelt. Adjuk picsáját! Mindeközben persze titkos egyezményeket írnak alá Putyinékkal, amely eladósítja országunkat az elkövetkező 30 évre, és még közelebb visz az orosz kormányhoz, és még inkább nő az orosz befolyás. Orbán Viktor putyini mintára akarja kiépíteni az illiberális demokráciáját, amely valójában nem más, mint egy autokrata rendszer, amely elnyomja saját népét. Utánozó vajon! Mindenhonnan ezt köszön vissza. Vegyük csak például a civil törvényt, amely semmi másra nem szolgál, mint hogy ellenségképet generáljon a már megosztott társadalomban. Vagy a választási rendszerünket és parlamenti berendezésünket, ahol az ellenzéknek valós szerepe nincsen, csak hogy a demokrácia látszatát keltse. Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország sorsára jusson hazánk, ahol újságírókat ölnek meg, mert kritizálják a kormányt, ahol olyan mértékű a korrupció, hogy a vezetőjük a világ egyik leggazdagabb embere, ahol dekriminalizálják a családon belüli erőszakot, és ahol a melegeket bebörtönzik. Magyarország jelenleg
Orbán Viktor és a Fidesz vezetése alatt ebbe az irányba sodródik. Ezt nem hagyhatjuk! Ezt nem hagyhatjuk, mert Magyarország Európához, az Európai Unióhoz tartozik, és az európai értékeket képviseli. Ezért vagyunk ma itt. Ezért vagyunk ma itt, hogy elmondjuk, mi nem kérünk a Putyin-féle autoriter rendszerből és a vele járó elnyomásból. Magyarország nem lesz Putyin trójai faluba, Magyarország nem lesz Putyin helyőrsége, és legfőképp Magyarország nem lesz ismét orosz gyarmat. Nem hagyjuk! Mert Magyarország Európa része! Köszönöm! Polgártársak, ahogy látjátok, ma nem az orosz nagykövetség épülete előtt vagyunk. A hatalom ezt nem engedte nekünk. Hogy ez mit jelent? A hatalom fél tőlünk! A hatalom fél tőletek! Az orosz kormány és Vlagyimir Putyin fél tőletek! Üzenjünk neki hát innen! Továbbra is tüntetni fogunk! Nem hallgatunk el, nem fogjuk be a szánkat. Szabadságot akarunk, demokráciát követelünk. Szeretném most a színpadra szólítani Lányi András írót, filozófus. Demokrácia! Demokrácia! Kedves félelmetes barátaim, ügynöktársak! Én csak azért kértem szót, szeretném végre nyilvánosan föltárni sokáig titkolt, sötét ügynök múltamat. Kérem, én már a 80-as években, a Kádár rendszerben is a nyugat ügynöke voltam, az imperialisták ügynöke. Maga munkahelyen pártitkára magyarázta el, amikor bekapcsoltam a demokratikus ellenzék munkájába, hogy kiknek a kezében vagyok én eszköz. Hát megtudtam. De tovább megyek. Rajt Lászlóból és társaiból is azt verték ki az államvédelmisek, hogy vallják magukat a nyugat ügynökének, fizetett emberének. És ha nem tudnátok, 1956-ban is nyugatról beszivárgott diverzáns ügynökök robbantották ki a forradalmat, és ők harcoltak a József meg a Ferencvárosban a szovjet tankok ellen. Akkor is voltak Schmidt Máriák és Bayer Zsoltok, akik... Nem tudtam, hogy ennyire népszerűek, na mindegy. Akik elmagyarázták, hogy hogyan is van ez, hogy aki a demokráciát követeli látszólag, az valójában a nyugatról pénzelt álcivileket védi, hogy aki a nyugatról pénzelt álcivileket védi, az valójában Soros György világbirodalmát védi, és aki Soros Györgyöt védi, az azt akarja, hogy Európát és Magyarországot elárasszák az iszlám terroristák, mert ők is Soros György ügynökei. Ferenc pápa is Soros ügynöke. Mindenki Soros ügynök, aki nem orosz ügynök. Szóval, elvtársak, már megint egyedül vagyunk. Ellenségeink száma tenyértek. Ellenünk vannak a brüsszeliek, az amerikaiak, a sorosok, a Nobel-díjasok, a PISA-tesztek. Mindenki csak ennek a szegény kis országnak a vesztét akarja.
De szerencsére a kormány a helyén van, és megküzd ellenségeinkkel. Ki az, aki ilyenkor a kormány ellen beszél? A hazáruló, hazáruló. Egy baj van csak ezzel, hogy a külpolitikának nem itthon kell tapsot aratnia, ahol a pártszolgálati média ezzel a maszlaggal megeteti a választókat. A külpolitikának külföldön kellene sikeresnek lennie. Márpedig Magyarország az elmúlt 50 évben soha nem volt ennyire elszigetelt, soha ilyen kedvezőtlen megítélése a magyar külpolitikának nem volt, mint most, amióta nyakra főre üzletelünk és barátkozunk olyan diktatúrákkal, mint Oroszország, Irán, Azerbajdzsán, Törökország, olyan országokkal, ahol a politikai ellenfelek elteszik láb alól, ahol az ellenzéket tömegesen zárják börtönbe. Jó, most fütyültök, de majd mindjárt engem fogtok kifütyülni, mert hozzáteszem, hogy én azért az Európai Uniótól sem vagyok elragadtatva. És nem gondolom, hogy az ne szorulna rá komoly reformokra. Azt sem hiszem, hogy Európának ne kellene védekeznie a határait fenyegető új népvándorlás ellen. Mindebben, ebben a magyar külpolitikának akár pozitív szerepe is lehetne a reformok kikényszerítésében, feltéve, hogy akadna még Európában olyan ország, amelynek a diplomatái szeretnének szóba állni a magyarokkal. Szóval az a nagy helyzet, hogy ebben a húzatos Kárpát-medencében gyerekek soha nem azt kérdezték, hogy hová akarunk tartozni, hanem azt kérdezték, hogy hová nem akarunk tartozni. És erre a kérdésre minden magyar államférfi Szent Istvántól mostanáig tudta a választ. Sajnos a 21. század megint egy veszélyes korszaknak ígérkezik. Kelet és nyugat távolodik egymástól. És ez a távolság, ez nem egy játéktér ügyeskedő politikusok számára, hanem egy szakadék. Nem akarjuk, hogy Magyarország ebbe a szakadékba belezuhanjon. Nem akarjuk, hogy egy új globális konfliktusban mi magyarok ismét az emberiség ellenségeinek oldalán találjuk magunkat. Hová tartozunk, emberek? Európához vagy Oroszországhoz? Ide! Európához! Igen, Európához. Mi a demokráciában hiszünk. Jogállamban! Mi a szólásszabadságban hiszünk. Nem akarunk átláthatatlan paksi bővítést. Nem akarunk orosz kémeket Magyarországon. Nem akarunk halott újságírókat látni. Nem kérünk az orosz elnyomásból. A ruszkiknak már egyszer ajtót mutattunk, nem jöhetnek vissza! Orbán és Putyin, takarodjatok! Arra szeretnék kérni titeket, hogy láttok nagyon kedves rendezőket a tömegbe, és hogyha tehetitek a demonstrációk költségeihez, légy szíves, járuljatok hozzá lehetőségetek szerint. Köszönöm. Most pedig szeretném a színpadra szólítani Antal Nikoletta Henrietta aktivistát. Niko! 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 Sziasztok! Először is boldog névnapot szeretnék kívánni az egyetlen embernek, aki kicsikorom óta távogat, az édesapámnak, Antal Györgynek. Másodszor pedig nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit mondjak nektek. Nagyon lámpalászas vagyok, ez az egyik, bocsánat. De
maradjunk annyiban, hogy a gyűlöletkampány, ahogy járok az utcán, engem is elért. Gyűlölöm a politikát, meg gyűlölöm a kormányt. Az utóbbi időben rengeteg tüntetésen vettem részt, rengeteg ember problémáját megismertem, és rájöttem, hogy közös a cél, tehát közösen le kell váltanunk a kormányt. Úgy, mint a 14. kerületben sikerült az összefogás, a 8. kerületben mindenki a saját pecsenyéjét akarta sütögetni, így nem sikerült. Tehát vagy összefogunk, vagy veszíteni fogunk. Sokat gondolkoztam még, mit mondhatnék, de az elmúlt tüntetéseken mindenki elmondott mindent, amivel én egyetértek. Így arra jutottam, hogy mivel mindenki tudja, miért van itt, elmondom én, miért állok itt. Orbán Viktor és bandája mindig ül a tévé előtt és röhög rajtunk, hogy csak vonulunk. Én azt mondom nektek, hogy mindenki megtette az első lépést, kijöttünk ide. Megtettük a második lépést, vonulgattunk, skandálgattunk. Most jön a harmadik lépés, küzdjétek le a félelmeiteket, és utána jön a polgári engedetlenség, amihez mindenkire szükség van. Lehet, hogy ma elvisznek felbújtásért, de nem szabad félni, sorolom miért. Akkor sem szabad félni, ha leláncolják a kapudat. Akkor sem szabad félni, amikor megáll az a házad előtt, egy 10 milliós autó kiszáll belőle egy biztonsági őr és egy fegyverrel úgy csinál, mintha lőne az ajtó ablakot felé, és elfújja a fegyvert, majd beszáll a kocsiba és elmegy. Akkor sem szabad félned, mikor követnek a WC-re, akkor sem szabad félned, amikor bevésznek és csákányt keresnek a hüvelyedben a rendőrségen, akkor sem szabad félned, mikor lehallgatják a telefonod. Akkor sem szabad félned, mikor a rendőrök az autóban üvöltöznek veled, hogy te büdös, csöves cigány vagy, mikor nem is vagyok cigány, de én az vagyok, akit bántanak, ha kell meleg vagyok, ha kell cigány vagyok, ha kell bármi vagyok. Akkor sem kell félned, mikor könyvgázzal lefújnak, vagy épp a tekesek szétzúzzák a hátad, és úgy állok itt előttetek, hogy a csípőm, a medencém, a gerincemet szétzúzták, mert bemásztam a Fidesz székházba másfél-két héttel ezelőtt, csak azért, hogy fotót készítsen. Engem a szüleim úgy neveltek, hogy ne féljek, mert nincs félnivalóm. Úgy neveltek, hogy úgy éljek, hogy ne legyen félnivalóm. Én nem lopok, nem csalok, nem hazudok, ezt mind ők csinálják. Hiába mondják, hogy csöves drogos vagyok, mióta a Ligetben vagyok, pedig még cigarettát is sem cigarettázom, egy kávét sem iszom, csak kakaózom azért, hogy kakaóm legyen, és kimenjek az utcára tüntetni. Ma van 403 napja, hogy védjük a Városligetet. Ligetben ligetvédőknek kellett átneveznünk magunkat. Politizálunk, de nem pártpolitizálunk. Igen, közénk is beépültek a Ligetben. Elvették a ligetvédő brandünket, ezért lettünk Ligetben ligetvédők. Az aláírásaikat ellopták, amit az emberek jóhiszeműen adtak nekünk, és a mostani választáson a 14. kerületben felhasználták az e-mail címeket, és oda üzeneteket küldtek. A büntetéseinkre kapott pénzt, amit a ligetvédő bankszámlára kaptunk, egy forintot nem kaptunk belőle a büntetéseinkre, melyeket az emberek azért küldtek, hogy ne kelljen csücsülnünk a börtönbe. Tehát mindenünket elvették, de egy valamit nem, a hitünket és a szívünket nem fogják elvenni. Nem fogjuk hagyni, hogy Európa második legnagyobb partja elveszítse közparti jellegét úgy, mint Magyarország demokrácia jellegét. Az elmúlt 7 hónapban jogszerű intézkedéssel szemben egy engedetlenségért 4 alkalommal, gyülekezési joggal való visszaélésért 3 alkalommal, rendezvény feloszlatásával szembeni engedetlenség miatt 1 alkalommal, garázdaság miatt 4 alkalommal, közúti közlekedési szabályok kisebb fogú megsértése miatt 2 alkalommal folyik ellenem eljárás. A második alkalom az a CEUS tüntetés volt, mikor Bilincsbe verve azért vittek el egy kressz szabályra hivatkozva, hogy a járdáról az úttestre léptem. Tegyük meg mi azt, amire a kormányunk nem képes, lépjünk mi a nyugati életforma irányába, a nyugati értékrendek felé. A mutyi kormányunknak csak az unió pénze kell, az uniót már nem vállalják fel, szégyelik. Orbán Viktort és bandáját kidobhatják az EU-ból, de mi kérünk titeket, unió, segítsetek nekünk, mert ellenünk van a miniszterelnökünk. Nekünk tetteinkkel kell lépni Európa felé.
hajrá! A tüntetés végén, lehet, hogy most elvisznek buzdításért, 500 méter előre. Én azért még mindig azt mondanám, hogy maradjunk békések. Békés szándékkal vagyunk itt most demonstrálni, és ne hagyjuk, hogy Putyin kottájában játszunk. Nem fogjuk hagyni. Putyin erőszakot akar, mi pedig békések vagyunk. Most még békések. Polgártársak! Magyarok vagyunk! Európaiak vagyunk! Civilek vagyunk, akik képesek ügyek mentén szerveződni. Nem hagyjuk, hogy orosz mintára civil szervezeteket lehetetlenítsenek el. Nem hagyjuk, hogy egyetemeket zárjanak be. Meg fogjuk védeni Magyarországot. Budapest nem lesz Moszkva. Hallod, Vlagyimir? Budapest nem Moszkva! Halál Putyinra! Halál a Putyinra nácizmusra! Most pedig szeretném a színpadra szólítani Zsenya Beljakov, orosz melegjogi aktivistát. Meleg házasságot Magyarországon is! Jó napot kívánok! My name is Zsenya Beljakov, and I am from Russia. I am a human rights activist from Russia. I came to Budapest, Hungary, first time 10 years ago. I came here from Vladivostok, it's in the far east of Russia, and at that time I didn't know much about Budapest or Hungary, but I knew that there is this institution called Central European University, and I applied, and thanks to CEU I got to know this city and this country, and I fell in love with this beautiful city. Now I travel here several times a year, and I brought here my parents and all my friends, because I believe that everybody should at least once in their lifetime see Budapest. Jó napot! A nevem Zsenya Beljakov, emberjogi aktivista vagyok Oroszországból. Évekkel ezelőtt költöztem Magyarországra, egyenesen a szülővárosomból, Vladivosztokból. Őszintén szóval nem tudtam sokat Magyarországról, mikor még otthon éltem, de a CEU híre oda is elért. A CEU-nak köszönhetően jöhettem ebbe az országba, és szerethettem bele ebbe a városba. Sok barátomat és rokonomat hoztam el ebbe az országba, és mutattam meg nekik büszkén ezt a várost. But unfortunately not everything has been so bright. The news coming out from Hungary these days very much remind me of my home country, Russia. Authoritarian, conservative populists came to power in Russia a long time ago, but now this very unfortunate trend is spreading around the world, United States, Europe and many other places. Authoritarian conservative populists do not want to understand the complexity of this world, how things are complicated. They want to offer very simplistic, very primitive picture of the world. They offer a world view which is black and white, where people can be divided into good and bad, into normal and not normal, into traitors and patriots. And these conservative populists, they usually suggest very simple and fast decisions. Build the wall, ban the Muslims, kick off the immigrants, shut down a university or a TV channel. De sajnálatos módon nem minden olyan fényes az elmúlt években. Amikor a híreket hallgatom Magyarországról, egyre jobban az otthoni híradások és politikai helyzet jut eszembe. A konzervatív autoritár populizmus, ami átvette a hatalmat Oroszországban sok évvel ezelőtt, egyre inkább terjed a világ országaiban. Láttuk megtörténni az Egyesült Államokban, és láttuk megtörténni Európa más országaiban. Populista autoritár politikusok, akik egy leegyszerűsített világnézetet próbálnak ráerőltetni az emberekre, szeretik feketén-fehéren feltüntetni a dolgokat. Jóra és rosszra, normálisra és abnormálisra, hazaszeretőre és hazaárulóra felosztani a társadalmat. Nem akarják megérteni a világ komplexitását, ehelyett egyszerű és gyors megoldásoknak a hívei. Építsünk falat, dobjuk ki a bevándorlókat, zárjunk be egyetemeket,
és független sajtóorgánumokat. Vladimir Putin came to power in Russia 17 years ago. I was a child then. And at the beginning he seemed to be like a moderate progressive leader, but from the very first years of his rule he started doing things like shutting down TV, independent TV channels, one by one, gradually. It didn't happen overnight. By now, by 2017, Russia has virtually no free media, except for two independent newspapers, which still manage to publish reports and investigations. But the journalists of these newspapers, they get threatened, attacked, insulted, and several of these journalists were even murdered. Diktator. Amikor 17 évvel ezelőtt Putyin hatalomra jutott, sokan fiatal, aktív és lelkes vezetőnek találták. Lassan azonban lépésről lépésre elkezdte uralma alá hajtani a médiát, és egyenként bezáratta a független tévécsatornákat. Mára tulajdonképpen nem maradt független sajtó Oroszországban, attól a néhány bátor újságtól eltekintve, amelyek annak ellenére publikálnak oknyomozó riportokat, hogy náluk dolgozó újságírókat rendszeresen zaklatják, vagy akár meg is gyilkolják. You might also know, you might have heard the story which is happening now in St. Petersburg. There is a European University of St. Petersburg, which is in a way very similar to CEU here, because it's just like CEU, a very advanced, very progressive research and educational institution. And surprise, the Russian authorities are trying to shut down that university right now. And officially, the official pretext is that university doesn't follow certain regulations, but politicians, when they speak about university, they openly say that they have a political problem with the university, that this independent institution provides independent research which is very often critical of history or politics of Russia, and authoritarians do not like that. Talán hallottatok a Szentpétervári Európai Egyetemről. Ez Oroszország egyik legtekintélyesebb oktatási és kutatási intézménye. A hatóságok most arra hivatkozva próbálják bezáratni, hogy nem tart be egyes szabályozásokat. Ettől az indoklástól függetlenül az egyetem kritikusai nyíltan kifejtik a támadás valódi okait. A Szentpétervári Európai Egyetem egy valóban független kutatóközpont, ami adott esetben kritikus vizsgálatnak vet alá olyan dolgokat, mint például az orosz politika és történelem. Az autoriter vezetők nem szeretik az ilyesmit. There is another story which might be also familiar to you. In Russia, over the last 5 years, there is a campaign against human rights NGOs, human rights, civil rights, or civil rights organizations. 5 years ago, in 2012, the government passed a law that all of the human rights NGOs inside of Russia who receive any funding from abroad, even private donors, they should register as foreign agents with the government. And they have to follow very complicated procedures which basically paralyze the work of these NGOs. And since then, by today, there is more than 100 NGOs which are officially proclaimed by Russian government as foreign agents. And the government website even has the list of these very respectable and very well-known NGOs. Some of them are well-known internationally. Of course, human rights NGOs also provide criticism of government policies and critical assessment of reality. And again, authoritarians do not like that either. Hasonlóképpen zajlanak Oroszországban a független civil szervezetek elleni támadások. Néhány évvel ezelőtt a kormány előterjesztett egy törvényt, amelynek értelmében minden civil szervezet, amely külföldi támogatást kap, külföldi ügynökként kell regisztrálnia, és át kell veregednie magát egy nagyon bonyolult bürokratikus procedúrán. Ez a törvény szinte ellehetetlenítette ezen szervezetek működését. Jelenleg több mint 100 civil szervezet van, amit külföldi ügynökként tart számon a kormány, és ezen szervezetek listáját a weboldalon is közzé teszi. A legtöbb ilyen csoport független, emberi jogokkal foglalkozó szervezet.
Azért dolgoznak, hogy független kutatásaikkal fényderítsenek az emberi jogok oroszországi helyzetére. Az autoriter vezetők ezt sem szeretik. Finally, I want to say that protesting here, well, almost near the Russian embassy, is very special to me in a way. I remember that 4 years ago I was here, and Russia was at that moment Russian government was trying to push for the homophobic anti-gay law, and I remember protesting there with many Hungarian activists, but also with my dear friend Milan Roja, who was a very brave Hungarian LGBT activist and who tragically passed away 2.5 years ago. So I would just like ask you maybe for several seconds if we can keep silence in memory of him. Megosztanék veletek egy emléket, amit a helyszín elevenít fel bennem. 4 évvel ezelőtt szintén itt tüntettünk Rózsa Milán barátommal, azzal a bátor LMBT aktivistával, aki tragikus körülmények között hunyt el. Kérlek titeket, tisztelegjük meg emlékét egy rövid néma csenddel. Thank you all so much. And just on a final note, on a final note, talking about LGBT rights, 4 years ago when this was happening, the Russian government said that the anti-gay law is not going to be used to persecute gay people, it's actually going to be used to preserve public morality, whatever that means. You maybe know, 3 weeks ago there was a publication in one of the Russian newspapers, and now it became a global story. In the south of country, in the Republic of Chechnya, there are, over the last 3 or 4 months, there are hundreds of gay men who are being rounded up, brought to special detention centers. They are tortured, electrocuted, beaten, and several people are confirmed to have been killed. The Russian government has a very sadistic sense of humor. They said that if any gay man in Chechnya feel threatened, they should just go to a court and make a formal complaint, which is obviously a very cruel joke, because going to a court for a gay man in Chechnya now would be equal to a suicide. It's not only useless, it's dangerous. But if you want to follow this story, there is a Russian NGO, it's called LGBT Network. They have a website in English, and they publish the stories of what's happening, and they also are trying right now to evacuate gay men from Chechnya, doing their best to do it. Köszönöm. Apropó LGBTQ jogok. Sajnos az oroszországi helyzet folyamatosan romlik ezen a téren. Néhány éve az orosz hatóságok arról próbáltak meggyőzni a közvéleményt, hogy az úgynevezett meleg propaganda elleni törvény csak a közerkölcsöt védi, és hogy Oroszországban továbbra sincsenek veszélyben a melegek. Ahogy arról valószínűleg már értesültetek, néhány hete egy független orosz újság közített egy oknyomozó riportot azokról az atrocitásokról, amiket Csecsenföldön az Orosz Föderáció egyik déli tag köztársaságában követtek el. Több száz meleg férfit fogtak el, és gyűjtőtáborokba szállították őket. Sokakat megvertek, megkínoztak, jelenkori boszorkányüldözés! És mára már megerősítést nyertek azon híresztelések, melyek szerint többeket meggyilkoltak. Az orosz kormány szadista humoráról tesz tanúbizonyságát, hogy nyilatkozatot tettek közé, miszerint ha csecsenföldi melegek csorbítva érzik a jogaikat, a bíróságon tehetnek panaszt. Köztudott, hogy nem csak haszontalan lenne a csecsen bíróságokon panaszt tenni, de veszélybe sodorná a panasztevőt, hiszen nyíltan vallania kéne szexualitásáról. LMBT jogegyenlősége! Ha figyelemmel szeretnétek kísérni ezügyben a fejleményeket, látogassátok meg az orosz LGBTQ hálózat weboldalát. Ez a szervezet jelenleg azon munkálkodik, hogy embereket menekítsen ki a csecsen köztársaság területéről.
And I want to end, never despite all of that, I want to end on a little bit of a positive note. It's really inspiring to see so many people, every time I come to Budapest, there is some protest. And it's very inspiring to see so many young people protesting. You know, within my own lifetime, with my own eyes, I saw how a country, within just several years, can turn into a harsh authoritarian regime. It doesn't happen overnight. It happens gradually because they take away your liberty step by step, one by another, testing people every time. Would you say yes to these wrongdoings or would you fight back? And maybe I'm naive, but I still believe that if we continue to fight and we never give up and we fight them all the way, we will still be victorious. Thank you. Спасибо. Косарам сайпан. Mindezek ellenére szeretném beszédemet pozitívan zárni. Nagyon inspiráló látni, hogy sok helyen, többek között Budapesten, és mennyi fiatalember nem hajlandó feladni a szabadságát, és folytatják a harcot a szabadságért és az igazságosságért. Én figyelemmel kísértem, ahogy hazámban autoriter rendszer épült ki. Lépésről lépésre lassan fosztják meg az embereket a jogaiktól. Ezért kell ellenállnunk nekik most és mindenkor. Minden nehézség ellenére hiszem, hogy ügyünket győzelemre fogjuk vinni. Thank you, спасибо, köszönöm. Szabadságot akartok, vagy diktatúrát? Önként akartok, vagy demokráciát? Európát akartok, vagy Eurázsiát? Polgártársak, hallassuk a hangjunkat úgy, hogy azt a Kremlben is meghallják, és Németh Szilárd is megértse. Azt üzenjük a Kremlbe, hogy nem kérünk belőletek ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Magyarország Európa része kíván maradni. Európát! 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 A következő felszólalónk Szentesi Éva, író, rákellenes aktivista. Nő vagyok, író, rákellenes aktivista. Valakinek példakép, másoknak pedig csak nőügy. Sokáig azt gondoltam, hogy nincs közöm a politikához, mert nem értek hozzá, ezért jobb, ha nem ártom bele magam. Jobb, ha nem mondok véleményt, sőt jobban járok, ha elfordítom a fejem, és rendben maradok, mert ha így teszek, akkor nem bántanak. Aztán rájöttem, hogy bár nem értek a politikához, nem maradhatok többé csendben. Mert a politika nem csak a kiváltságosoké, hanem a miénk, és nem hallgathatunk tovább. Ez az az ország, ahol én fiatal nőként, ha kinyilvánítom a véleményemet, akkor a másik oldal lebébiz, lelibuskáz, lecicusoz, lesoros kurváz. Hát nem vagyok nektek se cicus, se libus, se nőgy. Bár a soros kurvája az tetszik. Amíg Vajna Andrásné egy másik kontinensen, Diorban, meg Chanelben masztizik a tengerparton a te pénzedből, meg az én pénzemből, meg az összes adófizető állampolgár pénzéből, addig nekem sokkal inkább tetszik ez a megnevezés. Ez az az ország, ahol én egy áttétes ményakrákkal a testemben és egy halálos ítélettel a zsebemben bámultam a lerohadt kórházakat, megfordultam négyben. Néztük a rendszernek kiszolgáltatott, emberi életekért küzdő, szinte minden reményüket elvesztett, még itt maradt orvosokat és nővéreket, akik sok más sorstársaméval egyetemben az én életemért is megküzdöttek,
minden elrothadt körülmény ellenére. Amíg odakint újabb stadionok épültek, és Magyarország első számú Stroman celebritása bezsebelte a fél Balatont és a fél médiát, addig az életben ez történt. Halljátok, béláim! Nem pont tőletek fogok megijedni! Ez az az ország, ahol ha egy magasságos politikus orvos unokaöccse luggal leönti, és ezáltal megcsokkítja a volt barátnőjét, csak azért, mert az nemet mondott neki, akkor az először simán kisétálhat a bíróságról. Majd amikor már kurvára rezeg a léc, keresztbetett lábbal nyeglén hallgathatja a másodfokú ítéletét, amiben bűnösnek találják, és azután is kisétálhat a bíróságról. Rá alig egy hónapra pedig festékdobálásért két fiatalt rabláncon visznek el, gyorsított eljárásban, koncepciós perben, összesen 500 óra közmunkára ítélik, miközben a kár 23 ezer forint. Igen, ez az az ország, ahol megszűnt a jogállam. Ez az az ország, ahol büszkék rá, hogy lopnak. Ez az az ország, ahol karaktergyilkolják, ellehetetlenítik, vagy egész egyszerűen csak megveszik, és bezárják egyik napról a másikra a szabad sajtót. Ez az az ország, ahol egy hét alatt szavaznak meg egy olyan törvényt, amely bezárat egy egyetemet. Ez az az ország, ahol helikopterrel érkeznek és limuzinnal távoznak. Ez az az ország, ahol a gyűlöletre építenek egy egész kampányt. Ez az az ország, ahol lehet verni az asszonyt, majd azt hazudni, hogy csak átesett a vakkomondoron. Ez az az ország, ahol még puha pöcsűnek lenni is erénység. Ez az az ország, amely vissza akarja állítani a legsötétebb időket. Ez az az ország, amely szembe megy Európával. Ez az az ország, amely önként akar orosz gyarmat lenni. És végezetül, ez az az ország, ahol én élek, és te élsz, ahol mi élünk. És nem fogunk innen elmenni. Nem félünk tőletek, halljátok, béláim! Viktor, Lőrinc, itt vagytok, halljátok! Soha többé nem félünk tőletek! Van! Nem kérünk diktátorokból! Nem kérünk az orosz modellből! Magyarország nem lesz orosz gyarmat! Nem leszünk Vlagyimir Putyin helyőrsége az Európai Unióban! Nem akarunk illiberális demokráciát! Nem akarjuk az önként! Vlagyimir és Viktor, takarodjatok el! Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor azt szeretné, hogy ti féljetek! De mi nem félünk tőletek! Nem félünk! Mi Európához tartozunk és büszkék vagyunk erre! Mi Európa vagyunk! Most pedig szeretném a színpadra szólítani Puzsér Róbert, független publicistát.
Jó estét! Van-e baj az Európai Unióval? Van! Főleg az a baj az Európai Unióval, hogy jóformán nem is létezik. Nincs közös külpolitika. Nincs közös szociális politika. Nincs közös adópolitika. Nincs közös titkosszolgálat. Nincs közös határvédelem. Nincs közös hadsereg. A közös Európa ma egy államosított önzés. Amíg az európaiság pluszos, addig hajrá Európa. Amint azonban az európaiság mínuszos, Európának már is nincs gazdája. Csak hogy Európa bajaira nem a kevesebb Európa a megoldás, amint azt Orbán Viktor állítja, hanem a több Európa. Főleg pedig az, ami leginkább hiányzik, a közös európai identitás. Európai Egyesült Államokat! Az Európai Egyesült Államok igénye. A brüsszeli elit korrupt és teszetosza. Valóban az. Jól mutatja ezt, ahogy hagyták és hagyják Szíriában, Ukrajnában, vagy éppen Magyarországon is elszabadulni az orosz befolyást. De vajon jobb volt-e Európa, amikor a Mediciek gyilkolták egymást és másokat halomra? Kevésbé képmutató volt-e az az Európa, ahol 8. Henrik egyházat alapított, és teológiai értekezéseket írt, miközben sorban mészárolt a halomra a feleségeit? Jobb hely volt-e az az Európa, amelynek a jakobinusai megszervezték a forradalmi terrort? Vagy jobb hely volt-e az az Európa, amelyben az első világháborúnak a győztesei igazságtalan békét kényszerítettek Magyarországra 1920-ban a Trianon palotában? Igazságosabb volt-e Európa, amikor odadobta Magyarországot 1945-ben és 1956-ban a szovjet birodalomnak? Nem! Európa politikája sohasem volt jó, sohasem volt erkölcsös, és csak nagyon ritkán volt kedvező nekünk. Csak hogy ennek semmi jelentősége. Mi, magyarok, vagyunk, akik vagyunk. Európaiak. Mi, magyarok, a nyugathoz és nem a kelethez tartozunk. Nem azért, mert én azt mondom, és nem azért, mert Soros György azt mondja, hanem azért, mert Géza fejedelem és István király 1000 évvel ezelőtt így döntöttek. Európa! 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 A magyarokat római katolikus hitre és nem pravoszláviára térítették. A magyarokat latin és nem cirill betűkre tanították. Ez pedig minket, mai magyarokat kötelez, itt és most! Az, hogy mi magyarok a nyugathoz tartozunk, nem politikai kérdés, mint azt Orbán Viktor hiszi, hanem a legalapvetőbb kulturális és identitás kérdés. A mai Róma Brüsszel, a mai Bizánc Moszkva. Mi pedig látjuk, hogy milyen Brüsszel, és nem tetszik. Bőven van mit javítani rajta.
Tudjuk, hogy ez a mi felelősségünk is. De azt is látjuk legalább, hogy milyen Moszkva. És az még sokkal kevésbé tetszik. De ahhoz legalább semmi közünk. Mi nem Ukrajna, és nem Szerbia vagyunk. Tudjuk, kik vagyunk. Nem téveszt meg minket, hogy az orosz birodalom 100 évenként megszállja a hazánkat. Azért még meg tudjuk különböztetni magunkat tőlük. Oroszország barátsága Magyarországnak mindig is vért, háborút, megszállást, nyomort és elnyomást jelentett. 1849-ben is, és 1949-ben is. Nézzünk csak Ukrajnára. Nézzünk csak Fehér Oroszországra. Nézzünk csak Örményországra. Nézzünk csak bármelyik országra, amit gyarmatként használ az orosz birodalom, és látjuk, hogy ebből a barátságból nem lehet jól kijönni. A lengyelek és a baltiak pontosan értik, pontosan jól látják ezt. Orbán Viktor viszont csak annyit lát, hogy ha ma hatalmát orosz szuronyokra építi, attól az biztosabb és tartósabb lesz. Akkor ő is kaphat annyi időt, mint Kádár János. Orbán Viktor ezért képes felrúgni az ország 1000 éves elkötelezettségét, a magyarság legfontosabb történelmi tradícióját, az istváni döntést. Képes megtaposni 1848 és 1956 szellemét, miközben pofátlanul szabadságharcosnak tünteti fel magát. A luxus limuzin hátsó ülésén azt hazudja, hogy ő Petőfi Sándor. Pedig ő csak egy kígyónyelvű gazember. Petőfi pedig egy szabadságharcos hazafi, akit az országba beözöllő oroszok öltek meg. Miközben a nyugatos polgári Magyarországot védelmezte. Vérben és sárban. Nem a kaviáros asztal mellett pesgős pohárral a kézben. Megint csak hangsúlyozom, hogy ez elsősorban nem politikai kérdés. Ez a legalapvetőbb kulturális és identitás kérdés. Európa nem pusztán az Európai Unió. Európa Boccaccio, Shakespeare, Molière, Goethe, Franz Kafka, Thomas Mann, Kosztolányi és Márai. Európa valami, amit gondolunk a világról, és amit gondolunk önmagunkról. És ebből aztán rengeteg minden következik. Többek közt egyfajta politika. Ami egyáltalán nem Putyin. Egyáltalán nem egy autoriter jogtipró állam, röviden, egyáltalán nem Orbán Viktor. Nekünk, magyaroknak az a tragédiánk, hogy azt a vékony kultúrmázat, amit a soros ösztöndíjas Orbán Viktor magára szedett, a 2002-es választási veresége után elkeseredésében és dühében felkínálta Habony Árpádnak, aki fogta a vésőjét és visszavéste azt a gyökerekig. Így, aki 2010-ben Magyarország miniszterelnöke lett, az már nem több, mint egy felcsúti autókereskedő, aki a hatalmon
a még több hatalmon, a pénzen és a focin kívül legfeljebb Kovács Ákost gondolja a világról. A felcsúti autókereskedő megoldja okosba. Szerintem Magyarországnak nem elvei, hanem érdekei vannak. A felcsúti autókereskedőnek nincs kulturális beágyazottsága, nincs identitása, ezért képes Brüsszelt bármikor Moszkvára váltani. A felcsúti autókereskedő tökéletes azonosulási pont a meghódolni vágyó tömegnek, és korlátlan lehetőség, hogy a politikában egyetlen pillanatra se zavarják elvek, értékek, a történelem, vagy bármi, ami nem kifejezhető közvéleménykutatási adatokban, szektorokban, stadionokban vagy kastélyokban. A mai Orbán Viktorban minden megvan, ami tökéletes szavazat maximalizáló médiapolitikussá teszi. Viszont semmi sincs már meg benne, ami felelős államférfivá tehetné. Azért vagyunk ma itt, mert nem akarjuk, hogy a mi életünkkel, a mi jövőnkkel folytassa ezt az alávaló játékot. Értjük, hogy neki imponál a szibériai tigrissel félmeztelenül birkózó Cárevics. De nekünk nincs szükségünk se cárra, se oligarchákra, se jogtiprásra. Mi szabadságban akarunk élni. Jogállamban akarunk élni. Orbán Viktor át akar seftelni minket az Urálon. Mi azonban Európához tartozunk, és nem Ázsiához. Amikor azt mondom, hogy ruszkik haza, akkor nem pusztán a paksi építkezésre gondolok, nem pusztán a KGB-re gondolok, hanem elsősorban Orbán Viktorra gondolok. Orbán Viktor pártjára és kormányára gondolok. Ezekre a moszkovi tagazemberekre gondolok, akiknek egyre kevesebb közük van ehhez az országhoz. Egyre kevesebb közük van ehhez a néphez, ehhez a kultúrához. Ők egyre inkább Putyinhoz tartoznak. Ők egyre inkább Ázsiához tartoznak, és nem Európához. Nem értik, nem szeretik, nem akarják a szabadságot. Olyanok lettek, mint azok a kommunisták, akik ellen 89-ben ágáltak. Vlagyimir Putyin ölébe vezetik Magyarországot. Amikor azt mondom, hogy ruszkik haza, vegyék egész nyugodtan magukra. Kiáltsuk együtt, hogy meghallják, hova tartozunk. Kiáltsuk együtt, Európa! Polgártársak, most pedig vonuljunk át a Fidesz székházhoz, és mutassuk meg nekik, hogy nem hallgatunk el! Reszkessen csak a bajszos szar! Zengjen tőlünk a város! Mi szabadok vagyunk! Szabadok, de békések! Nem vagyunk hajlandóak engedni a provokációknak. Nem fogunk Putyin kottájában játszani.
Maradjatok hangosak, de békések! Most pedig arra szeretnélek titeket kérni, hogy tolódjatok el egy kicsit bal kéz felé, nekem ez jobb kéz, erre felé, és engedjétek, hogy ez a platós autó kitoladhasson és ráhasson a szervizútra. Ebben segíteni fognak nektek a rendezők. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy vigyázzatok a növényzetre is, és vonuljatok egy kicsit erre az irányba, nagyon király. Hello! Egyenek fel, a kocsinak hátra kell menni, hogy rá tudjon hajtani a szervizútra, úgyhogy ezt a két sávot szeretnénk megtisztítani, hogy előről hátra tudjon menni, hogy ti is rendben legyetek, aztán be tudjatok sorolni. Nem sorolni. Úgyhogy...